gyakran változó fagyos és fagymentes napok hatására hol befagyott, hol pedig felolvadt a Kiskunságban a holtágakat és a tavakat borító víztükörjege. A gyakran változó állapot hatására rendkívül veszélyessé vált a jégre való lépés, a léghorgászat és különösen a tavakon a korcsolyázás. Ez utóbbi a Kiskunsági Nemzeti Park védett területein mindenütt tiltott, és ezt az őrszolgálat ellenőrzi is. A legnagyobb veszélyt a Kecskeméthez közeli tiszai holtágak jelentik, itt ugyanis megfelelő jégvastagság esetén lehetőség nyílik a léghorgászatra, de korcsolyázni majd csak a kijelölt területeken lehetséges. Sajnos ez utóbbit gyakran nem veszik figyelembe, pedig itt a több méteres vízmélység miatt beszakadás esetén szinte lehetetlen a mentés. A megfelelő jégvastagsághoz a meteorológusok szerint legalább 10 nap folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet szükséges, erre február végéig még van esély.